ugrálóvárral, ügyességi vetélkedőkkel, valamint Európai Uniós ismeretekről szóló totóval és kvízjátékokkal várták a családokat és a gyerekeket a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ előtti téren. Az idei 14. alkalommal megrendezett Európa-nap alkalmából a gyerekek az unió működéséről is tanulhattak. Mindig van új a nap alatt. Változik körülöttünk a világ, változik az unió is, változnak az irányelvek vagy az adott feladatok. Ugye például 2018-at az Európai Kulturális Örökség évének nyilvánították. Hát ezzel is van feladatunk, külön figyelmet fordítani arra, hogy mivel tudjuk mondjuk a fiatalokat arra ösztönözni, hogy becsüljék meg a kulturális örökségünket, ami körülöttünk van, ismerjék meg, és vigyék tovább a következő nemzedéknek. Tehát van egy ilyen nevelő célzata is annak, hogy mi kitelepülünk időnként, akár most itt Nyíregyházán a művelődési központ előtti térre, ahol várjuk, vagy reméljük, hogy sokan lesznek, vagy kitelepülünk adott esetben a fürdőbe, vagy szervezünk egy filmhetet. Ezek mind olyan programok, amelyekkel a lehető legtöbb korosztályt szeretnénk elérni. A rendezvény programjaiba bárki csatlakozhatott. Ez a negyedikes csoport például egy tanulmányi osztálykirándulás alkalmával látta meg a téren az Európa-nap sátrait, és úgy döntöttek, kipróbálják a játékokat és a vetélkedőket is. Nyírpazonyból érkeztünk a negyedikesekkel a Szini Károly Magyar Angol Két Tanítási Nelvű Általános Iskolából. A mai napon osztálykirándulásra jöttünk. Először 9 órától a könyvtárban voltunk, pincétől a padlásig tárlatvezetésen vettünk részt. Utána pedig átjöttünk ide a könyvtár melletti játszótérre, ahol egy előkészületben volt egy Európai Uniós vetélkedő, és erre kértek meg itt a rendezők, hogy a gyerekekkel egy kicsit maradjunk már itt. És itt a gyerekek kipróbálhatják a játékokat, ugrálóvárat, illetve kis vetélkedőn vehetnek részt. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a rendezvény végén azt mondta, a megemlékezés és az Európa-nap nem csak arról szól, hogy 2004-ben csatlakoztunk az Európai Uniós intézményrendszerekhez. Az európai gondolatról szól, arról, amely évtizedes álma volt a magyar embereknek is, az európai a csatlakozás, az Európai Unióhoz való csatlakozás. Talán egy kicsit többről is szól, mint csak az Európai Uniós intézményrendszerekhez való csatlakozás, a közös európai történelmet, a közös európai értékeket jelenti, azt gondolom, mindannyiunk számára. Ezt Európa valamennyi országában ki a saját módján megünnepli. Legalább egy évtizede itt az Európai Információs Pont Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megszervezi ezt a napot, ezzel is az európai gondolatra irányítva a figyelmet. Sesták Oszkár hozzátette, ezt a gondolkodást fogja elősegíteni az a május végi filmhét, amelyet európai filmekből rendeznek majd a Krudi moziban.